A mai étel a táj csirkeme. Mit tegyünk akkor, ha nincs otthon koriander, nincs otthon lime, nincs otthon gyömbér? Akkor tudunk-e ilyet készíteni? Hát, tudunk. Segítségével hívok egy fűszerkeveréket, illetve a barna cukrot, a kókusz tejet, vagy tejszint, ez mondjuk azért fontos, alapvető hozzávaló, illetve egy kis csiliszósz, valamint citrom, illetve rizs, valamint zöldségek. Ha esetleg nem ittátok meg a fehérbort, az is jót tesz neki. Kell egy fölforrósított serpenyő, amihez először is a zsülyére vágott zöldséget, vagy csíkokra, vagy reszelt zöldséget, ami fehérrépa és sárgarépa, belezúzzátok, hogy piruljon. Ilyenkor adjátok hozzá a barna cukrot, legalább két jó nagy evőkanállal, adtok hozzá egy kis olívaolajat, két evőkanállal, illetve egy kis szezámolajat. Ezt mondom, hogy szerezzétek be, mert szezámolajat nagyon sok receptemhez használok. Na véletlenül, hiszen imádok. Imádjátok ti is, jó? Tehát feltettük, és most az egészet hirtelen elkavarjuk. Addig pirítjuk, amíg a cukor meg nem barnul. Ha megpirult, de a cukor még nem égett el, jöhet hozzá a 2 deci fehér bor. Száraz fehér bor, de ha van édes, az is jót tesz neki. Így. Csak aztán belekerüljön ám. Ezzel is elkavarjátok. Így. Most jöhet hozzá a vörös hagyma, amit félfőre vágtam, tehát vékony szeletekre, miután félbe vágtam. Ezzel is elkeveritek. Na és akkor jöhet a fűszerkeverék. A fűszerkeverék mindig használat előtt, bármilyen fűszerkeverékről van szó. Mielőtt még kibontjátok, jól fölrázzátok, hogy minden alkotó eleme elkavarodjon, hogy amikor például kivesztek belőle két evőkanállal, mint például én most ugye ezt teszem, minden alkotó elemből egyformán jusson a kanálra. Tehát lehet hozzáadni egy, illetve lehet hozzáadni még egyet. Így. Ha a fűszerkeverékről beszélünk, akkor ez egy thailandi Tom Kha Kai fűszerkeverék, ez van ráírva, de nem kell megijedni. Ezt az ilyen thai ételekhez tudjátok használni, mint például ez is levesekhez, mártásokhoz, szószokhoz. Itt most egy ilyen szószos csirkés étel lesz, ami az ugye is lesz a köre. Ez nagyon fontos, és ezért mondtam, hogy egyszerűbb egy ilyet beszerezni és a konyhapolcon tartani, mint például a lime-ot, gyömbért és a koriandert. Ebben a fűszerkeverékben természetesen minden olyan hozzávaló, alkotóelem, fűszer megtalálható, amit egyébként mondjuk egyesével kellene összeszedetnek. Tehát ezért ajánlom akkor, hogyha nem akartok vele bíbelődni. Jó, hozzáöntjük a tejszint, ami ugye kókuszból van. Így. És jöhet ezek után, vagy ezt követően a vékonyra, vékony csíkokra vágott csirkeme. Először szeletre, aztán csíkokra, majd bele a szószba. Miután a csirkét fölcsíkoztátok, helyezzétek bele, és óvatosan a szósszal együtt jól keverjétek el. Ez azért nagyon fontos, hogy a csirke csíkok szétessenek, és ne följenek majd össze párolódás közben a szószban. Ilyenkor már jön az a kellemes táj illat, ami ugye az ilyen ételekre jellemző. Jó. Fogjátok, és körülbelül egy olyan jó 15 percig kis lángon pároljátok. Közben elkészítitek a párolt rizst. A rizs megpárolódott, én most nem főztem, hanem pároltam, úgyhogy már csak egy kis átkeverés, és jöhet ott a lolas. Ha bele kukkantotok az edénybe, akkor íme már a csirke megpárolódva a szósszal, a zöldségekkel, és ez a nagyon finom üde, táj, illat. Jó, milyen a tálalása? Nagyon egyszerű, felkeveritek a rizst, és egy kanál segítségével egy tanyér közepére halmozzátok a rizspúpot. Ezt követően a rizst közepében mélyedést alakítotok ki, és egy táj felkiáltással elkészül. Jó, nem. Tehát viccet félretére, így, ha akartok szépen tálalni, akkor a rizst húzzátok szét, és közepébe helyezzétek majd az ételt, illetve a ragot. Nézzétek csak, gyönyörű.
nem is használtunk hozzá lisztet, nem használtunk hozzá, mint a teljük amúgy sem használnak, csak hogy én egy-két ilyen internetes receptben látom, hogy ezt még bekötjük tejföllel, meg habarással, meg rántjuk, nem, semmi, elég a kókusztej, és hagyjátok állni egy picit, hogy ez a soft, ez önmagát sűrítse be. Nem lesz nagyon sűrű, de nagyon híg sem. És először a zöldségeket és a csirkét kell a tányéron közepébe halmozni, így. És akkor a másik trükk arra, hogy hogyan is néz ki ez szépen, hogyha ezek után jön rá a szósz. És fogjátok, jöhet rá a szósz. De ezzel még mindig nincsen kész, ugyanis a végső töfést a petrezselyemmel, friss petrezselyem zölddel adjuk meg, amit a rízsre helyezünk rá, hiszen nincs is ennél szebb szín, mint a zöld-fehér. Így már, mint hogyha értitek, mire gondolok. Jó, de még egy kis, addig kell a szósz rátennünk egyébként, amíg a rizs alatt meg nem jelenik. Természetesen azért petrezselyem levéllel szóltam meg, mert sokan írtátok, hogy nem szeretitek a koriander, illetve nekem most nincs is itthon, de ettől még nagyon finom lesz az étel. És az utolsó döfés pedig, aki nem szereti a csilit, forduljon el, hiszen én igen kemény mennyiségű csilivel fogyasztom el, szeretem, hogyha fogyasztás közben egy kicsit leízadok. Jó étvágyat!